új információ. Egy kicsit megpróbáljuk az Államautó Múzeumot Károllyal, és Jánost is ide rángattam magamhoz, új formában feldolgozni, méghozzá olyan formában, hogy Karcsi bácsi odaad nekünk pár darab olyan autót, gyakorlatilag mindegyiket oda tudná adni, amelyiken vagy próbarendszám, vagy OT rendszám van, és ezekkel Janival, hát majd megalkozunk, hogy kivezet, nem vagyunk vezetni, kimehetünk vele itt a környéken, Károly odaadja nekünk, hogy egy kicsit úgy kapjunk élményt ezekről a kocsikról, ahogy azt valóban kell. Tehát nem csak ő mesélje, hogy mit tudunk róla, nem csak mi nézünk utána, hogy mit kell tudni róla, hanem a való élmény, hogy milyen vezetni egy ilyen autót, és milyen visszajelzéseket kapunk az utcán. Drukkolunk, hogy ne csak férfiak integessenek. Károly, fölhívtalak, és mondtam, hogy ezt az új részt kezdjük úgy, hogy kérek szépen egy Rolls-t, ha van kabrió, hát hány darab ilyened van? Ilyen időben, persze. Igen, hány ilyened van? Mesélj. Három darab. Jó, van, nem beszélünk vele most már akkor. Jó, köszönjük egy szépen. Vágtunk, nem beszélünk vele. Három. Hány darab? Három. Van egy Mitsubishi, az is sok. Három Rolls-Royce, na mindegy. Hogy van a mostani adásban már egy ilyennek a legújabb változata. Ez egy gyönyörű kocsi, és azért egy nagyon értékes darabja a múltnak. Nagyon bátor vagy, azt gondolom, hogy odaadogatod nekünk az autókat, bár tudom, hogy megbízom mindkettőnkben, hiszen Janit is most már gyakorlatilag minden héten látod a műsorban, és tudod az előjéletét. Janiba jobban, igen. Hát mondj csak nyugodtan. Azért, mert látom, hogy az a műsorokban. Nem beszélünk valamit. Zoli, te vezetsz, ő vezet minden műsorban. Nem igaz, nem adom oda neki. Majd mert levégjük, ez biztos, hogy én vezetem, mert hogy az újban úgy volt, hogy Pantl Peti barátomnak volt csak biztosítása a kocsira, a szörnyetegre, és ott ülhetem a jobb egyen. Hát az pont senkinek nem érdeke, úgyhogy itt én fog vezetni, fakormány az enyém, János meg majd mosolyog a jobb egyen. A sarat tapostad idáig, úgyhogy légy szíves, úgyhogy ezt a lábodra jövő. A sarat tapostad? Csak így lehet beszállni? Csak így lehet arról is beszállni, hogy légy szíves, jó? Nem tudom, hogy De Janinak is kell akkor. Hát igen. Mit rosszalkodtok? Janikám, te is légy szíves, jó? De egyébként tényleg? Kíműjük meg ezt a kocsit igazából. Azt, hogy a nyitott ajtónál sípol a kulcs 76-ba. Felúsztod a lábadra, tényleg? A kukás rác, érted? Technikailag, ugye azt tudjuk, hogy minden egyes ilyen autó 6,75 liter V8. Igen. Gyakorlatilag mióta ezt kitalálták, ezt az autót, ez azóta úgy néz ki. Ez még abban a korból való, amikor még nem mondták meg, hogy hány lóerős, és elvileg nem tudjuk. Elvileg nem tudjuk, gyakorlatilag mennyi lehet? Hát olyan 200 körül szerintem, de hát... Mindjárt megrúgom, figyeld! Majd nem látják ki Budafokon. Figyeld ki! Nincs 200. Nincs 200, vagy rohadt nehéz a kocsi. Tehát, hogy az van, még az lehet, hogy nagyon... Bár ugye a teljesítmény nem derül ki, de hát a rugalmasság erős hiányosságokkal számít. Mondjuk azt, hogy nem rugalmasnak. De hát figyelj, ez egy kabrió, amivel így például cruzolni kell. Ugye nagyon jó multilink, meg ilyen futóműveket szénén szoktuk dicsérni a modell autókban, hogy mennyire kényelmesen rugózik. Hát ebben ugye nem multilink futómű van, hanem valószínűleg laprugó előlátó. Hidraulikus van benne. Igen. De hogy és egyébként ebben még négy hidraulikus van, később már csak a két hátsó tengelyre tartotta meg ezt a Rolls, de ebben még négy van, hát kétségtelen, hogy olyan, mintha nem lenne benne mondjuk gátló. Igen. Így megyünk át mindenen. Hogy azt akartam mondani, hogy teljesen más az egész érzete. Tehát, hogy gyakorlatilag mindent átsimít, de mintha hajóznánk, nem autóval közlekednénk. Mindkettőnknél idősebb egy jó két évvel a jármű, és egyáltalán nem érzem azt benne, hogy ez zavaró lenne. Jó a fékje, normálisan mozog, tök könnyű a szervó, be tudunk parkolni, idézőjelben csendesen gurul, tehát hogy én nem érzek benne olyan problémát, hogy ez egy 37 éves kocsi. Egy mondat elejéig a történelemről. 71-től 95-ig gyártottak Kornist, ez ráadásul Kornis 1, mert mindjárt volt neki 5 darab verziója. Tudod, mi az érdekesség? Elkezdtem nézegetni a képeket. Kívülről nem lehet megmondani róla, hogy változik. Centire, jó, hát igen, centire ugyanúgy néz ki mindegyik, de ezt tudjuk, hogy Kornis 1, mert ez egy 76-os verzió, és igazándiból nagyon-nagyon büszkeséggel tölti el az angolokat, hogy tudtak ilyet gyártani, olyannyira, hogy később el tudták értékesíteni egy az egyben a kocsit a Bentleynek. Bentley Continentalként ugyanezt az autót lehetett megvásárolni, ami azért vicces, mert azért az újjal összehasonlítva a mostani mondjuk Continental GT, tehát hogy ez a két autó, ami most is megvan. Igen. Tök furcsa, hogy ilyen múltjuk van. Iszonyat élmény. Azt azért ne felejtsük el, hogy nagyságrendileg, ha jól láttam kiírva Karcsi bácsinál, hát azért ennek az értéke most per pillanat ilyen 15 környékén van. Hát mondjuk azt nem csodálom. Tehát jó, de ha belegondolsz 15-ért, nagyon sok mindent lehet venni, de ennyire különleges autót tudnál választani a modernek közül? Ennek közül biztos, hogy nem. Mert hát azt tudjuk, hogy mondjuk a drophead ugye a 125 volt. Igen, igen. Tehát, hogy az egy nullával volt több. Konkrétan a rosszábrán is megállt a forgalom miattunk, de... Jó, hát mindenhol megáll. Én nem merek kinézni oldani, én előre vezetek. Pont te!
A szerény srác. Nem, dehogy. Nagyon vicces tényleg. Jó kocsi, tetszik nekem. Én el tudnék ezzel járkálni. Hát furcsán néznék ki. Azért a... Tehát ugye a Lancerhez képest nem mutat? Evo 6 TME és a Subaru után szabadon... Egy Cabrio Rolls. Hoppá, hoppá. Várjál már. Valamit elkapcsoltam. Önmegsemmisítő volt, nem az index. Hoppá. Ez az index, így jelez vissza. Atya úristen. Jó, hát ez buta. Tehát kérlek. Nagyon. Hát nagyon finoman tudsz vele fordulni. Nagyon, nagyon. És láttad ilyen kicsi a fordulóköre? Iszonyatosan kellemes. Azt kell mondjuk, hogy elképesztő. Zolikám, engednek, hogy nézzem körbe először a kocsit. Jó, sérüléseket. Sérüléseket, ugye már ez. Kezdesz olyan lenni, mint egy ilyen PR-os, aki átveszi a tesztautót. Komolyan mondom, azok szokták ezt nézegetni. Igen. 1976, tehát 2 évvel idősebb, mint én. Hihetetlen, hogy milyen minősége van egy 37 éves kocsinak, azt gondolom. Tehát, hogy mennyire kellemes, kényelmes vezetni, mennyire kicsi fordulóköre van, tehát mennyire használható ez 37 év után. Gyakorlatilag oda vagyunk érte. Vannak dolgok, amik az idő megrágja, hogy szokták mondani ezt, tehát, hogy az idő vasfoga. Vasfoga megrágja, hát itten ezek, hogy oxidálódnak a dolgok, és annyira komplikált minden rendszerben, hogy tehát karbon kell tartani. Ha karbon tartod ezt a kocsit, akkor talán 100 év is élni. Alkatrészeket nehezen lehet kapni hozzá, hát általában használtat javítunk föl, ha milyenként nem tudjuk megcsinálni, akkor abból összehozunk. Most pillanatilag minden működik rajta, úgy, ahogy kell. Még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre bocsátottad, és hogy egyáltalán beleegyeztél ebbe az új részbe, hogy itt most fogunk kiviszegetni mindent hétről hétre. Nem kell, itt van velem, de nem kell. A Janit láttam minden egyes alkalommal a tévé, meggyőző volt a vezetése, többször nyert, ahogy én láttam, ugye bár... Sokkal többször nyert, mint a Csabi, igen. Igen, egyszer egy hosszabb útra menjetek el, talán nem erre a kis irab ki a pályára, érezzétek igazából bármelyik kocsit, hogy mennyivel más, még modern, még... Hát, láttad, hogy hogy vezet? Ez az, hogy pont az, hogy láttad. Hát de láttad, hát nem szabad neki odaadni semmit. Hát azért, mert kamera szemben van, ne mondja. Egyszer ment a pályáról, jól emlékszem, ott a nagy kagyarokból. Egyszer?